betethome.com, ahol a sportfogadók nyerhetnek, mert játék az élet. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Jó estét kívánok, kedves nézők! Játék az élet szól a betethome.com szlogenjei, aztán játszunk mi is, ezúttal Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózóval. Szervusz, Norbi! Szia! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tévénézőket is. A küzdő sportokban való jártasságodat jól ismerjük, de a focival hogy állsz? Mennyire hallgathatnak rád majd a kedves nézők? Hát remélem, hogy tudnak rám hallgatni, bár nagyon szeretem a focit, főleg az EB-t és a VB-ket, mert akkor a legjobb mérkőzések sűrűbe látja az ember, és akkor egészbe kapja. Bár én szerettem a spanyol bajnokságot, meg a holland bajnokságot is. Az is nagyon tetszik nekem. Akkor kezdjünk mindjárt egy holland meccsel, mégpedig a Twente Sparta Rotterdam összecsapással. A Betethome-nál a következők az odds-ok. 1,17 századot fizet a hazai siker, 5,8 tizedszeres pénzt ér a döntetlen, és 13-szorost a vendégek sikere. A Twente a múlt héten fontos pontot szerzett riválisa a PSV ellen idegenben, ráadásul így 5 pont előnnyel vezet a PSV előtt, 4-jel az Ajax előtt, a Sparta pedig otthon kapott ki az AZ Alkmaartól, küzd a kiesés ellen, meglátjuk milyen sikerrel, mi lesz ezen a meccsen. Hát szerintem a Twente fog nyerni, a bajnokságot meg akarja nyerni, és meg is fogja, úgyhogy egyes a tippem. Tehát egy egyes, lehet, hogy ez lesz a következő mérkőzés tippje is, hiszen a Lyon vendége a sereghajtó Grenoble a francia bajnokságban, az odds-ok pedig 1,25 a hazai sikerre, 5-szörös pénzt ér a döntetlen és 11-szeres a vendégek győzelme. 14 pontra van az utolsó még bentmaradást érő helytől a Grenoble, tehát készülhet lassan a másodosztályra. A Lyon legutóbb rangadót bukott el Marseille-ben, így 5 pont a hátránya a Bordeaux-val és a Montpellier-vel szemben. Én azt gondolom, az 5 pont ez nem igazán olyan nagy hátrány, amit nem lehessen behozni, és a Lyon az egy jó csapat, úgyhogy itt is az egyes a tippem. A holland bajnoki már volt a kínálatban, most spanyol bajnoki is jön, a Real Madrid vendége az Atletico Madrid a városi rangadón, az odds-ok pedig 1,35 ér a hazai siker, 5-szöröst a döntetlen és 8-szoros pénzt a vendégek győzelme. Az Atletico a középmezőny tagja, egyébként mindkét csapat játszott csütörtökön is bajnoki meccset. A legutóbbi 5 évből 3-szor is döntetlent játszott a Bernabeu-ban, de 99 óta nem győzött a Real otthon. Most én szerintem azt mondom, hogy Real győzni fog, itt egyest fogok tippelni, mert Ronaldo megérte a vezetőségnek, hogy bajnokok lesznek, úgyhogy én szerintem nyerni fognak. Tehát a harmadik egyes. A Bolton Manchester United mérkőzésen is pályára lép egy bajnokaspiráns az angol bajnokságban. Az odds-ok 7,8-szeres pénz a hazai sikerre, 4,15 a döntetlenre és 1,4-szeres a Manchester United idegenbeli győzelmére. A Manchester rangadót nyert a múlt héten egy 11-esből lőtt góllal a Liverpool ellen, a Bolton pedig az Evertontól kapott ki 2-0-ra, otthon elkaphatja a Manchestert. Hát én szerintem ez egy kettes tipp lesz, ugyanis Rooney hihetetlen jó formában van, és hozzá fogja segíteni a győzelemhez a csapatot. Az első epizód zárásaként egy magyar bajnoki mérkőzés, az Albert Stadionban a Ferencváros vendége a Vasas, az odds-ok pedig 1,65 a Fradi győzelmére, 3,35 ér a döntetlen és 4,55 ha a Vasas nyer az Üllői úton. A Vasas 4 tavaszi meccséből mindössze egyetlen pontot gyűjtött be, legutóbb a Kecskeméttől kapott ki otthon. A Fradi viszont győzött a Paks ellen idegenben, és lehet, hogy megindul felfelé. Hát igen, azt gondolom, hogy az esély a Fradi oldalára billenti a mélyeget, főleg az átigazolások miatt is, és egy rossz irány volt a Vasasnak. De ez a széria előbb-utóbb meg fog szűnni, és azt gondolom, hogy bár én egyest adnák, de azért az X is belefér, tehát én egy is X-et tippelnék. Mert hogy ne felejtjék, a Betethome-nál két esélyben is lehet fogadni a mérkőzésekre. Ez volt, kedves nézők, a Tuti Tippek első része, a második epizódot majd 23 óra 30 perckor láthatják a Duna TV-n, tehát találkozunk a film után 23:30-kor. Viszontlátásra. Viszontlátásra. betethome.com, ahol a sportfogadók nyerhetnek, mert játék az élet. betethome.com, ahol a sportfogadók nyerhetnek, mert játék az élet. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Jó estét kívánok, kedves nézők, itt a Tuti tippek második része. Köszöntjük Önöket ismét szakértő vendégünkkel, Növényi Norberttel. Jó estét kívánok.
holland bajnoki mérkőzéssel kezdjük, csak úgy, mint az első részben az Ajax a Groningent fogadja. Az Occok pedig a Betet Home-nál 1,2-szeres pénzt ér, a hazai siker 5,6-et, a döntetlen és 11-szeres pénzt fizet, hogyha a Groningen nyer. Márpedig a vendégcsapat, amely vezeti a középmezőnyt a holland bajnokságban, a legutóbbi 6 alkalomból 3-szor nyert az Ajax ellen Amsterdamban. Igen ám, de a PSV legyőzése után a Waalwijkot is megverte az Ajax, és második a táblázaton, azaz lehet, hogy még nem mondott le a bajnoki címről, nagyon kell neki a győzelem. Hát itt csak 4 pont hátrány van, itt egyértelmű, hogy egyes a tippem. Tehát az Ajax legyőzi a Groningent. A Celtic Kilmarnock mérkőzéssel folytatjuk. Az Occok pedig 1,15-at fizet a hazai siker, 7-szeres pénzt ér a döntetlen és 12-szerest a vendégek győzelme. A Celtic a St. Johnstone simán verte az előző fordulóban, és 2 hete a kupában 3-0-ra idegenben is megverte a Kilmarnockot. Lehet egynél egyértelműbb meccs? Hát nem lehet, mert 15-ből 14-szer győztek, úgyhogy egyértelműen egyes a pont. Az utóbbi időben tehát minden meccsüket megnyerték a Kilmarnock ellen, valószínűleg ezúttal sem lesz másképp. A Liverpool-Sunderland mérkőzés a harmadik a sorban, 1,3-szeres pénzt ér a hazai győzelem, 5-szöröst a döntetlen és 9-szeres a vendégek sikere. A Liverpool kissé balszerencsés módon rangadót bukott el a Manchester ellen, a Sunderland viszont hétközben is játszott 1-1-et az Aston Villa otthonában, ami érdekesség, hogy az Aston Villa pont ugyanúgy áll a táblázaton, mint a Liverpool, lehet-e itt is vendégpontszerzés? Nem, sima egyes ez is, Torreszék simán fogják hozni ezt a mérkőzést is. Csak úgy, mint a Sunderland, hétközben játszott a Mallorca és a Barcelona is, a kettejük egymás elleni mérkőzésére vonatkozó Occok pedig a következők. 7,4-szeres pénzt ér a hazai siker, 3,75-at a döntetlen és 1,45-at, ha a Barca idegenben is nyer, pedig a negyedik helyezett otthonában játszik, egyébként a Mallorca hétközben a Santanderrel játszott idegenben 0-0-át, a Barca pedig hajrágólokkal kinkeservesen verte Vadóc Krisztiánikat az Osasunát 2-0-ra. Itt a tippem egyértelműen kettes, hiszen a bajnokságot és a BL-t is meg akarják nyerni, és Messi olyan zseniálisan játszik, úgyhogy szerintem győzelmre is fogja vinni a csapatát. Minden esetre óriási a versenyfutás a Barca és a Real között. Zárásként jöjjön egy német bajnoki mérkőzés, a Bayern München vendége a Stuttgart, az Occok pedig a következők. 1,55-a hazai sikere, 3,8-szeres pénzt ér a döntetlen és 5,7-szeres a Stuttgart esetleges idegenbeli győzelme. A legutóbbi fordulóban egyébként a Bayern szolgáltatta a nagy meglepetést azzal, hogy a hajrában kikapott Frankfurtban 2-1-re, de olyan szerencsésen alakultak számukra az eredmények, hogy még így is vezetik a táblázatot egy ponttal a Schalke előtt. Hétközben pedig a német kupa döntőjébe is bejutottak, éppen a Schalkét verték hosszabbításban 1-0-ra. A Stuttgart jelenleg a 8. a táblázaton, a Hannovert legutóbb ugye legyőzték, de így is 7 pontra van az utolsó még Európa Liga szereplést érő helytől. Na, képesek lesznek-e bravúrra Münchenben? A tippem az határozottan egyes, és megmondom, nem csak azért, mert a Bayern München az a kedvenc csapatom is, mert ugyanaz a Barcelona lényegében, és ők is a bajnokságot és a BL-t is meg akarják nyerni. Ráadásul Ribérék olyan játszanak, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy még egyszer veszítsenek, és ezért egyes a tippem. Kedves nézők, ennyi volt már a Tuti Tippek, szakértő vendégünknek köszönöm a közreműködést, Növényi Norbert tippjeit egyébként a képernyőn is láthatják. Én is köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy a tippjeimet tudtam segíteni a tévénézőknek is. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Kedves nézőink, pedig ne feledjék, hogy jövő héten is várjuk Önöket Tuti Tippekkel, de ezúttal kivételesen nem pénteken, hanem csütörtökön este 21 óra 15 perckor a Duna TV-n. Várjuk Önöket tehát akkor is. Jó éjszakát kívánok! Betethome.com, ahol a sportfogadók nyerhetnek, mert játék az élet.